üdvözlöm Önöket! Önök az Alternatív Természetgyógyász magazin műsorát látják. Mai témánk a húsvét, szimbólumelemzés. Köszöntöm a stúdióban a vendégemet, Pápai Ildikót, szimbólumelemzőt. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm én is. Ildikó, ugye a húsvét keresztény ünnep, tehát így van a köztudatban. Hogyan kapcsolódnak hozzá szimbólumok? Hát ez is onnan kezdjük, hogy nekünk leginkább keresztény ünnep, de ugye azt tudjuk, hogy a korábbi időkben is, a történeti időkben, ugye ezért ez egy héper ünnephez is kapcsolódik, mert hogy ugye a húsvéti bárány, az áldozati bárány bemutatása, illetve a természeti népeknél is ugye a természeti ünnep, a kezdet, mindennek az újraéledése, a termékenység ünnepe tulajdonképpen a tavasz, és ezen belül ugye ez az időszak. De hát ugye ebben a mi saját keresztény kultúránkban leginkább úgy tudjuk, hogy ugye Krisztus ünnepe, a feltámadás ünnepe. Úgyhogy itt azért nagyon egymásba érnek ezek a síkok, hogy most természet, termékenység, újjászületés, újjáéledés, illetve ugye itt a megváltó ünnepében ott is kapcsolódik, és ez itt már tulajdonképpen az első olyan komoly szimbólum, ami megtalálható a húsvétban, hogy új élet, a mag, az újjászületés, és itt az a kérdés, hogy mi éled újjá, milyen módon, és nekünk ez mit jelenthet. Én nekem olyan dolgok jutottak most eszembe, hogy csuda, és meg is hoztam veled most gyorsan, csak így négy szem között, mégpedig a piros tojás, a sárga tojás, a tulipános ládán a tulipán. Hogy jönnek ezek ide ebbe az ünnepbe, és miért pont ezek a színek? Tojás. Ugye azt nézzük, hogy mindannyiunk életében egy nagyon közismert hétköznapi, mindennapi dolog a tojás, de mikor gondolunk úgy a tojásra, hogy tulajdonképpen az élet magjának a szimbóluma, mert hogy ugye a tojás, mint héj, ami rejti azt a csírát, amit ugye úgy is hívunk, hogy a csíra, a tojás csírája, tulajdonképpen itt kapcsolódik az ünnephez, hogy az új élet csírája, a minden új születésének a magja, az maga a tojás sárgája tulajdonképpen, úgyhogy a sárga színhez már el is értünk, hogy mitől kerül mag. A húsvétbe a mag. Illetve a mindenkori narancs sárga mag, az ugye kivéthetetlenül napszimbólum is egyben, ami szintén a tavasz sajátja, hiszen az újjáéledésnek, a növekedésnek, a növesztésnek az energiája a nap melegétől indul be. Úgyhogy tulajdonképpen a nap sárgája, meg a tojás sárgája, azok köszönik szépen, nagyon szépen analóg szimbólumként jelennek meg itt az ünnepben. Úgyhogy ha azt mondjuk, hogy sárga virágok, meg sárga szimbólumok a tavaszban, akkor az többnyire a tojás és a nap. De ugye vannak a növények is, tudjuk, hogy a nárcisz az egyik ilyen legkiemelkedőbb, meg a krókuszok, szóval a sárga virágok a legjelesebb képviselője a tavasznak, és a nárcisz, mint olyan, az pedig ugye Narcissusról kapta a nevét, aki ugye az önmagába visszatekintő, önmaga tükörképébe beleszerelmesedő ifjú volt, vagyis ennek van egy ilyen kicsit figyelmeztető jellege is ennek a típusú sárgának, mert a sárgának ugye van egy ilyen kicsit eppe, kicsit irigység típusú árnyalata is a negatív oldalon, úgyhogy ez figyelmeztet ilyen szempontból arra is, hogy ez az ünnep nem arról szól, hogy önmagunkkal, önmagunkért foglalkozzunk, hanem ez a kiáradásról, a fényről, a megosztásról, és itt megint kapcsolhatunk a Krisztus ünnephez, hogy ki kivel, milyen módon és miért osztotta meg önmagát. A vörös, a piros tojás, az pedig a vörös alapszimbolikájából kereshető leginkább vissza. Ugye Krisztus vére az az első vörös szimbólum itt az ünnepben, és a keresztény ünnepben ugye a megváltó halála, mint a kivérzett Krisztus, az Isten fia tulajdonképpen, ez egy nagyon fájdalmas és nagyon mély gyász ilyen szempontból ugye nagypénteken. Úgyhogy a vörös szín itt analógia, ugyanakkor benne van a szeretet, a szerelem, a termékenység megint ott van. És akkor itt jöhetnek a virágok, a tulipánok, stb. Igen, sok növény igen, van. Igen, a tulipán azért jutott eszembe, hogy egyszer a tulipáns lehet, de másképpen nagyon sok tojáson húsvétkor találkoztam tulipánnal, margarétával talán, meg ilyen
nem is tudom most ezt pontosan asszociálni, hogy milyen virág, de hogy virágokat festettek a tojásra. Igen, hát ugye ezek szimbólumok? Abszolút mindegyik, és nagyon sokszor tudatos, szóval hiába ugye generációkon keresztül öröklődnek ezek a tojás írások, amit olyan viaszfestéssel írnak ugye írókával az asszonyok, ezeknek nagyon komoly mély jelentésük van. Tulajdonképpen a cselekedet, ami átkerül úgymond a tojásra, ez egyfajta mágia is, ha így nézem, de abszolút pozitív értelemben, egyfajta teremtő működés, egy teremtő cselekedet, úgyhogy a tojásokon azért találhatunk akár geometrikus mintákat, amik megosztják a tojást félbe, azt is félbe, négybe, nyolcba, tizenhatba, ilyen függőlegesen. Igen, például. Geometrikus mintákat. Ez megint avval kapcsolható össze, hogy ugye a húsvéti misztériumban megosztja a megváltó önmagát mindenkivel, úgyhogy az osztás osztásának az osztása, illetve megint analóg, mivel petesejt, a mag, a termékenység, az újjászület, szóval megint mi történik? Ahogy a petesejt osztódik, hogy 2, 4, 8, 16, stb. Szóval ezek az analógiás szimbólumok, ezek így megtalálhatóak. A virágmintákban pedig leginkább a tulipán, mint a női szirmok, megint a termékenység, a rózsa, a fenyő ágak motívuma, illetve az alma. És ha így nézzük megint az alma, Ádám Éva a termékenység, a fenyő ugye az örök zöld, az örök élet, megint ugye a krisztusi minőség, és a tulipán pedig a női jellegnek a sajátja. Úgyhogy ezek így keverednek, és így kerülnek aztán így egymás minden, után sorban. Minden út Rómába vezet ezek szerint? Mert ugye visszakanyarodtunk, vagy oda jutottunk ki, hogy hát ez is egy kicsit a termékenység, az is egy kicsit a termékenység, az is egy kicsit a termékenység. És a természet, ahogy mondod is, hogy termékenység, igen, a igen, természet. Igen. Hát természetesen ugye mondhatnánk azt is, hogy a búza ki kell a földből, vagy az almafa virágokat hoz, és ott igen. A termés, ugye az almát említetted az előbb. Ennyire egyszerű lenne az életünk, és ilyen csodálatos a húsvét? Meg kell nézni. Én mindig azt mondom, hogy ha kint adunk időt arra, hogy szemlélődjünk, és ha átengedjük magunkon azt a működést, ami zajlik, akkor nagyon-nagyon sok kérdésre választ kaphatunk. És lehetséges, hogy egyébként ennyire egyszerű, és néha túl bonyolítjuk, és túljárunk a saját eszünkön, de lehet, hogy ennyire egyszerű, hogy meg kell nézni, mi történik. Ugye télen minden visszahúzódik, egy ilyen mély alvásban, egy ilyen hibernált állapotban tulajdonképpen töltésre gyúr az egész téli létünk, aminek ugye az a dolga, hogy tavasszal ez aztán így kirobbanjon, és amikor majd jön a meleg meg a fény, ugye hát a fény hozza a meleget, illetve a csapadék, akkor ugye ez meginduljon. Na most, hogyha azt nézzük, hogy most mi emberi életünkben mi történik, úgyhogy a karácsonyi ünnepidőszak után, akkor van még ez a kiváró szakaszunk, amit sokan nehezen viselünk, mert viselnek, én könnyebben, mert én azért így töltöm magam, de hogy így nehéz ez a szürke, hibernált állapot, ami tulajdonképpen nem hiába való, mert akkor tulajdonképpen akkor sűrűsödik be az a program az emberi magban is, önmagamban is, és akkor megint visszajön a magunk, önmagunk, hogy ez az mag lesz az, ami tulajdonképpen egész évben hajtani fog, virágozni fog, és akkor vélhetően őszre a saját életünk is ugye olyan gyümölcsöket fog, egész évben most szimbolikusan az életünk is olyan gyümölcsöket fog teremni, hogy tulajdonképpen ez a programozás, ez az időzítés, ez a sűrítés, ez nem egy hiába való időszak, és mi ugyanúgy robbanunk a tavasszal ki, mint a természet, vagyis támogat bennünket is. Igen, ilyen egyszerű. Akkor beszéljünk a zöldről, mert így hirtelen háromfajta zöldet látok rajtad, ugye a kövek így világos zöld, egy nagyon szép felső van rajtad, és még köszönöm. Egy kardigán, sál, nem tudom, magadra dobtad. Mi a zöld szín? Neked mit mond most így elsőre? Hát én nekem zöld a tavasz mondja egyértelműen, ugye, meg a megújulást, meg egy kicsit talán, ha akarom, akkor nyugtató szín. Uh-huh. Tehát olyan nyugalmat, olyan jó kedvet, olyan tavaszi, itt a Hawaii, és akkor mindjárt uh-huh. nem lesz hideg. Szóval valami ilyesmit. Megint jó az irány. Ha nem tudom, hogy milyen hatással van, vagy nem tudom megfogalmazni, akkor megint a természetet érdemes segítségül hívni, hiszen hol találkozunk a zsenge zöldekkel, a friss, kiáradó saláta típusú mindenféle színárnyalatokkal a természetben. És a természetben hol? Tavasszal, ugye, amikor hajtanak
mindenféle kis növények, meg a fák, ahogy pattannak a rügyek, stb. Nyáron is tele van minden zölde, de a nyári zöld az egy sokkal élesebb, konturosabb, markánsabb, ott már azért ugye a meleg csipkedi ezeket a zöldeket, úgyhogy ez a nagyon zsenge, kellemes, nyugtató érzetű zöld, ez a tavasz sajátja, úgyis, ahogy mondod, úgyhogy tényleg ez így van. Egyébként szívcsakra szín a zöld, és nem véletlenül, hogy az a pihentető, de éber nyugalom, az a fajta a remény, a bizalom, a szemlélődés, az mind a zöldnek a saját békessége tulajdonképpen, úgyhogy, és úgyhogy még az életenergiák ebben azért elég aktívan jelen vannak. Hát akkor ha a szív csakra színe, akkor benne van a szeretet, hogy a tisztelet, a abszolút, minden. Abszolút, abszolút, igen. Jó, engem nagyon érdekel az aranyszín. Jó. Miért szereted az aranyat? Vagy téged miért érdekel az aranyszín? Az a helyzet, hogy egy darabig szerettem az aranyat, most sem mondom azt, hogy nem szeretem, ez nem így van, de az egyik kedves tanárom, dr. Török Szilveszter professzor úrnál tanultam, és amikor még tanultam, akkor volt rajtam egy ilyen 4 kiló mennyiségű arany, és egy állapotfelmérést csinált, és nagyon rossz eredmények jöttek ki, és azt mondja, vetkőzd le. Hát én fogtam, azt nekeltem vetkőzni, szóval nem azt az aranyakat. Aha. És akkor úgy letettem az aranyat, és megcsináltam megint ugyanezeket a méréseket, óriási különbség volt, és akkor azt mondtam, hogy van ott egy ilyen szép kis dobozom, és akkor úgy belejtettem 18 évvel ezelőtt, és azóta ott van. De egyébként hát sok minden lehet, ugye köthetjük a csakrákhoz, de nem én akarok erről beszélni, hanem te. Érdekes, mert hogyha megkérdezed az embereket így teljesen spontán módon, hogy arany vagy ezüst. És a legtöbb ember el tudja dönteni így elsőre, hogy most arany vagy ezüst, de hogy miért éppen arany vagy ezüst, na jó, hát ezt várjuk tőle. Ott már igen, ott már egy kicsit nehezebb az elemzés, hogy ez miért van így. Itt is a fényt kell segítségül hívnunk, ugye a fény, amely önmagában minden színteljessége, és tulajdonképpen az arany és az ezüst az egyfajta fémes, fényes jelleg a fémek világában, és elsőre is látszik, hogy ugye az arany az egy ilyen sárgás, melegebb tónus, míg az ezüst az egy hűvösebb, fakóp az egy olyan szürk és ezüstös jelleg, úgyhogy van egy meleg és van egy hideg pólusunk, és akkor megint a teljességnél tartunk, a polaritásnál, hogy van egy hideg és egy meleg pólus, ugye mire nem igaz ez, tudjuk, hogy ez mindenben párba fordul elő. Ha azt mondom, hogy nap, akkor mi lesz a párja? Hát a hold. Hát a hold. Ha azt mondom, hogy a nap az arany, mert a sárga, a sárgás vörös meleg tónus, akkor ott lesz a párja, a hold, a visszafogott, a hűvös, az ezüstös, ugye? És ha azt mondom, hogy a nap, a tűz, a dinamika, a meleg, az erő, akkor mi lesz a párja másik oldalon? Hát szintén a hold, és akkor abban az ellentétje valósul meg. Így van. A vezető nap, az erő, a férfi szimbólum, a maszkulin elem, a tűz, és ott lesz a másik oldalon a lunális vízelem, ugye a női jelleg, a visszafogott, ugye, aki csak őrző, aki csak a nap fényében látszik valamilyennek, ugye, ahol. Úgyhogy tulajdonképpen, ha azt nézzük, hogy arany vagy ezüst, akkor itt vannak a válaszok, hogy a nap az a maszkulin erőnek a szimbolikája ilyen szempontból, a hold az pedig a női elemnek, viszont az ünnep kapcsán itt is megnézhetjük, azt mondtuk, hogy tojás sárga és meleg, akkor nap melege, az éltető melegség, meg a fény kiáradása, és az ünnepi magának. Miután ugye az arany egy nagyon ritka fém, és attól olyan becses és nemes, annak használja ugye a világ most már évezredek óta azért kitüntetett minőség, mert hogy ritka előfordulású, és ugye ami ritka dolog, azt nagyon megbecsüljük, mert az hú de jó. Úgyhogy ilyen szempontból az ünnep az mindig egyfajta arany minőség, és nem véletlen, hogy a királyi koronák, a királyság, az uralkodás, a hatalom, úgyhogy innentől fogva tudjuk, hogy az arany, a hatalom, a királyság, és ugye jelen esetben a húsvéti királyság, vagy ennek a minőségnek is ugye már akár a liturgiákban, vagy bárhol, az arany, mint ünnepi emelkedettség, az így jelenik meg. Ugye az ünnephez köthetjük még a nagybőjtöt. Lehet-e becsempészni ebbe a nagybőjtbe a színeket? Tudunk-e ezzel valamit elérni? Meg kell néznünk, hogy mi a célja, és mi a,
az igazi módja annak a fajta nagybőjtnek, amit ugye egyszer karácsony előtt, egyszer pedig ugye húsvétkor iktat be az, aki azt gondolja, hogy erre szüksége van. Ugye 40 nappal az ünnep előtt kezdődik tulajdonképpen az a testi megtisztulási folyamat, az a méregtelenítő és önmegtartóztató időszak is, ugye, ami szintén analóg és szimbolikus, akár Jézusnak ugye a 40 napos egyedüli bolyongására a sivatagi körülmények között, úgyhogy ennek van egy ilyen analógiája, fizikailag is, ugyanakkor pedig a méregtelenítésen túl az a fajta lelki ráhangolódás, ami arról szól, hogy figyeljek magamra, szedjem össze az erőmet, összpontosítsak arra, hogy önmegtartóztatás, önfegyelem, ez fajta edzésprogram, ha így nézem, hogy tulajdonképpen tisztítsam meg a szellememet, a lelkemet és a testemet is, hiszen ahogy a test tisztul és leadja ezeket a méreganyagokat, illetve ugye edződik a lélek és a szellem is azáltal, hogy koncentráltabbá válik, mert terhelő anyagokat nem veszünk magunkhoz, tulajdonképpen ez a 40 napi bőjt, ez felkészít arra a hús vételének időszakára, ami már az ünnep sajátja. Tudjuk magunkat támogatni egyébként ilyenkor is, úgyhogy ha azt mondjuk, hogy a húst mellőzzük, és maradunk a természet növényeinek a minőségeinél, akkor rengeteg olyan gyümölcsöt és zöldséget találunk, amik viszont színükkel, ízletességükkel, dússágukkal tulajdonképpen ugyanúgy visszatáplálják belénk azokat az energiákat, amikre szükségünk van, csak maga az áldozati, ugye a melegvérű állat áldozatisága, és itt megint a húsvét jön be, a bárány, az kimarad ebből a szakaszból, magyarul nem gyilkolunk. És igen, ez nekünk is jó. Igen, érdekes, amit mondasz, hogy nem gyilkolunk. Valóban ez így van. Nem is olyan régi láttam, hogy nagyon-nagyon-nagyon régi filmet, amiben azt mutatták be, hogy nem vitték az állatokat vágóhídra, ugye nem szállították, stb. Tehát nem volt az állatokban egy stressz, hanem azonnal ott a helyszínen, egy vágóponton, tehát oda ment az állat minden idegeskedés nélkül idézőjelbe, puf, levágták. Azt állította a film, vagy azt mutatta be a film, hogy így sokkal finomabb és egészségesebb az a hús. Ugye az volt még a mondani valója, hogy hát ugye leszedjük a növényt, az is él. Elvileg azt is meggyilkoltuk, rossz szó, csúnya szó, fúj. De végül is ez történik. És azt ez is kezdte, egy érdekes kettősség. Igen, kettősség. Azt kezdte bizonyítani, hogy akkor miért nem lehet ezt így csinálni? Tehát nem kell kínozni őket, hanem ott a helyszínen puf, és akkor az volt a konfúzió, hogy hát tulajdonképpen mind a kettő meghal, a növény is, meg az állat is. Én ezt úgy gondolom, hogy mindenkinek a saját belső döntése, hogy most vegetáriánus vagy vegán életmódot folytat. Ugye a vegánban már tejtermékek sincsenek benne, hanem teljesen tisztán növényi, vagy pedig vegetáriánus, illetve húsfogyasztó életet folytat. Ezt mindenkinek önmagával kell, azt gondolom, rendbe raknia. De azért az nagyon érdekes, hogyha most megint maradok a szokásos a hamafa példámnál, aki csak van, terem, és adja a gyümölcseit, és nem kér viszonzást, és nem válogat a személyek között, és nem szab feltételeket. Hogyha én azt az almát úgymond, és most maradok az alma szimbólumnál a termékenység okán is, hogyha én azt az almát a magamévá teszem és elfogyasztom, attól az almafa nem fog elpusztulni. Míg hogyha fejbeverem azt a kecskét, birkát, nem tudom, levágom azt a csirkét, akkor annak az életnek ott vége szakad. Igen, szóval kétségtelen, amit te mondasz, ez helyen más, való, és én is ezt tudtam. Illetve a magszóró növények is, ugye attól, hogy learatjuk a búzát, abból a magból visszakerül, ugyanabból a magtárból visszakerül a vetésre, onnantól fogva ez egy folyamatosságot biztosít, míg hogyha most valaki leöl egy disznót, egy tehenet, annak ott nincs mit visszaforgatni, mert annak ott végérvényesen vége lesz. Hát ugye? Igen, ha nagyon akarjuk, akkor el lett 10 kismalacot, és akkor ott van az utat, de ne menjünk ebbe bele, mert én egyetértek veled, és ez valóban így helyes. De itt az áldozat és a bárány. Mindenki, igen. Dönts el mindenki azt, hogy mit szeretne fogyasztani, enni, milyen életstílus felé tendál,
nem szeretnék én személy szerint ebbe beleszólni, de én azt mondom, hogy a nyers koszttól szerintem jobb nincs. Nem sok energiát fogyaszt a testből a feldolgozás, és minden benne van. Viszont ez is érdekes, hogy gondolkodtam már ezen, illetve föltettem a kérdést másoknak is ilyen beszélgetés kapcsán, hogy vajon mennyire lennénk úgymond ilyen bárány, áldozati, bemutató lények, most ezt szimbolikusan mondom, magyarul mennyire volnánk képes erre a gyilkolásra, hogyha minden nap ezt saját kezünkre kellene megtenni. Úgyhogy a praktikus, civilizált környezetünkben, ugye ott van tálcán lefóliázva a csirkemell, jaj, de jó, illetve mindenféle húsok, de ha belegondolunk abba, hogy most ezt nap mint nap meg kéne tenni, hogy fejbe csapni, megnyúzni, nem tudom, kivéreztetni, szóval ezek az elég brutális dolgok, szerintem óriási differencia lenne a növényevő emberek és igen, a húsfogyasztók között. Igen, én biztos, hogy ilyen halnék, ha nekem kéne ezt csinálni, mert... Igen. Egy pár deka sót már életem során megettem, de nem tudtam eljutni addig, hogy egy csirkét vagy bármit esetleg levágni, sőt, egyáltalán nem tudtam eljutni, mikor vidéken nyaraltam gyermekkoromban, ha ment ki ugye a nagynéném vagy valaki, hát én másik szomszédba átrohantam, tehát nem tudom, egyszerűen nem bírom elviselni azt, hogyha, ugye az is egy élet, erről beszéltünk, hogy ott valami életet kiontani. Na most akkor itt jön vissza a húsvét analógia. Nagybőjt. És ugye a bárány, mint áldozati szerep, és mint figura, ugye akár a korabeli héber időkben, amikor ugye ez egy szimbolikus áldozatiság volt, ugye az egyiptomi kivonulás kapcsán, hogy ugye igen, a megmenekülés, ugye a bárány vérével bekent házakat, ugye megkímélte a teremtő attól, hogy annak vége legyen, és ugye ennek tulajdonképpen az ünnepe ugye egybeesik, ugye a Krisztus megfeszítésének napja tulajdonképpen egybeesik avval a Pészákkal, ami akkor pont ennek volt az ünnepe, a bárány áldozati bárány ünnep. Úgyhogy nagyon érdekes. Április 3? Mert én nagyon emlékszem, hát minden a megfeszítést április 3-ra tették egy könyvben. Tehát most csak egy évszámot nem mondunk. Azt tudjuk, hogy ugye az első tavaszi termékenység ünnep, illetve ugye a megfeszítés napja tulajdonképpen, onnantól fogva elég erősen, hát hiszen ott kapcsolódik a két esemény ilyen szempontból. Nem véletlenül talán én azt gondolom, hogy most nem menjünk abba bele így vallástörténetileg, hogy elemzésileg, hogy milyen ünnep az, ahol valakinek ilyen véget ért, stb. Szóval, hogy itt megint a bárány és a igen, vér, szóval, hogy igen, Krisztus, mint bárány szimbólum tulajdonképpen a mi húsvéti hagyományunkban ugye az ő vére, úgymond az ő, mint Isten fia, az ártatlan bárány, maga Krisztus is, akinek a vére kiontatik, ugye mi érettünk, mondja az ige, és itt visszajön megint a bárány és a vérszimbólum, illetve a mi áldozatiságunk is benne van a történetben, hiszen a feltámadásban már nekünk van lehetőségünk arra, hogy Jézust, mint pásztort, úgymond mi bárányok tudjuk követni. Úgyhogy itt tulajdonképpen megosztja az ő bárányi minőségét velünk is. Úgyhogy innentől fogva mi is bekerülünk a bárány, és ez nem a birka és a vakon úgy követő, hogy eldobom az agyam, és nem is vagyok jelen az életemben minőség, hanem annak a lehetősége, hogy tulajdonképpen már a megváltott életünkkel, és visszajön a tavasz szimbólum, az új élet, az új szerződés, az új út, a tiszta lap, a megtisztulás, és a mindennek az újrakezdése. Ez egy ilyen nagy reset gomb ez a húsvét, ha így nézem. Ez így hát, mai nyelven. Itt a végszó. Ez nagyon szép befejezés, amit te most mondtál. Köszönöm, hogy itt voltál velünk. Köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, önök az Alternatív Természetgyógyász magazin műsorát látták. A YouTube-on kövessék a műsort figyelemmel. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Műsorunk főtámogatója a Harmonet.